Sziasztok, ez itt a Szertár, én Zsíros László Róbert vagyok. Ha valamire azt mondjuk, hogy puha vagy kemény, akkor arra gondolunk, hogy azt az adott dolgot mennyire lehet könnyen formázni, alakítani. Rövidesen azonban látni fogjátok, hogy ez nagy mértékben függ az alakítás sebességétől is. Ha megnéztek egy szívószálat, akkor azt látjátok, hogy a vége elég éles. Mégsem lehet vele például krumplit szeletelni. Ez azért van így, mert a szívószálat nem tudjuk egyenletesen nyomni a krumpliba, valamelyik oldalára mindig egy picit nagyobb erőhatás fog jutni, ennek megfelelően a szívószál erő meghajlik, majd pedig teljesen megtörik. Ilyen módon alkalmatlan arra, hogy a krumpliba szúrjuk. Ha azonban elég gyorsak vagyunk, akkor a szívószálnak nincs ideje meghajlani, és simán átmegy a krumpli. Ha gyakoroltok egy keveset, akkor nektek is menni fog, azonban arra figyeljetek, hogy a szívószál nem válogat, könnyen a kezetekbe is szúrhatjátok, célszerű egy jó nagy krumplit használni hozzá. Ez volt a Szertár, jövő héten találkozunk, sziasztok!